Bár napjainkban fogy a dohányosok száma, így is megdöbbentőek a halálozási adatok a rendszeresen cigarettázók körében, ami még mindig fejfájást okozhat. Az EU-ban a leggyakoribb okok, mint az autóbaleset, drog, öngyilkosság, gyilkosság, AIDS és a munkai balesetek okozta halálok számai elenyészőek a dohányzási adatokkal szemben. A cigaretta okozta elhalálozások évi száma nagyjából 700 ezer főre rúg, míg a versenytársai mind csak 50 ezer fő alatt mozognak. Bár az országoknak a dohánytermékekből elég nagy bevételük származik, a dohányosok egészségügyi problémáiból adódó kezelési költségek is igen sokba kerülnek, csak nem 25 milliárd euró veszteséggel lehet számolni évente, ami csöppet sem kevés. További 8,3 milliárd euró kiesés köszönhető a dohányosok korai nyugdíjazásának és elhalálozásának, ami szintén horribilis összeg. És most ugorjunk a lakossági statisztikákra, és vessünk egy pillantást arra, hogy hozzávetőleg hány százalék dohányzik ma Európa szerte. A társadalom 28%-a él valamilyen dohánytermékkel napi szinten, 21%-a leszokott, és 51%-a soha nem nyúlt hozzá a halálpálcához. Az aktív dohányosoknak 44%-a nő, és 55%-os többségben vannak férfi társaink. Mi a leszokást illeti, a legtöbben 60% félti az egészségét, 35% az egyre növekvő ár miatt, és a legkevesebben 30% külső személyek általi nyomásokán válnak meg a dohányzás szenvedélyétől. A leggyakrabban fiatal korban, 25 éves kor előtt kezdenek bele ebbe a hóbordba. És végül vessünk egy pillantást kontinensünk térképére, hogy melyek a legveszélyeztetettebb területek. A legkevesebb 25% alatti dohányos az olasz Csizmán, a skandináv félszigeten, illetve Portugáliába található. 25-30% között van Nagy-Britannia, Németország és Franciaország, csak hogy pár nagyot említsünk, míg a legnagyobb füstfelhő alatt vannak a spanyolok, az osztrákok, a görögök, a lengyelek, a lettek, és végül mi.